News. Gangsta 51-ként volt hirdet, vagy az Zoli 51. születésnapja, direkt nem akartuk, azért írtuk csak ki ezt a címet, mert még folytak a munkálatok, ugye, tehát beszélgettünk, hogy elvállalja a régi gárda, mert úgy az igazi, és egyszerűen rengeteg munkánk volt, és ahogy ugye megváltoztattuk a címét ennek az egésznek, hogy nem Gangsta 51, hanem Jégre teszlek show, amikor összeállt a kép. Elmondok egy sztori, hogy tanul belőle. Az egy ispanon be volt, marhára lőve. Oda jött hozzám, és csak ennyit mondott. Én leállok a francba, mert szalasz egy bontot. Kitaláltuk, hogy ugye színpadra hozzuk a Jégre teszlek albumot, és ugye azon van három olyan nóta is, a Vigyázz, hogy mit teszel, a Nekünk csak a zene, és a... mondjad, a Gyorsában élek, amit soha nem játszottunk koncerten, és fölkerült az albumra, és ennyi volt, és hát ott okozott nehézséget, hogy ugye ezeknek a szövegét memorizálni, Lóri részéről is, meg Zoli részéről is. Egyébként mi annyira még nem voltunk jelen nagyon ezen a lemezen, inkább csak a, ugye a Gabi a DJ volt, a Steve meg én meg ilyen udvari bolond szerepet töltöttünk, mert nagy részt. Az a fajta egység, ami ezt a csapatot erősítette, az mai napig lényegesen jelen van az életünkben. Igazodásképpen csak annyi volt a meghatározója a történetnek. Egymásra néztünk, mit kettünk. Jó, és ment olajozottan a történet, sajnos ebben... Egy nap igen, volna el azóta. Ebben nem igazán volt probléma. Átlettek hangszerelve a dalok a basszusgitárosunk Kovács Dávid által, és nagyon-nagyon komolyan szólalnak meg. Tehát ezért is kellett próbálni, mert ez így élőbe előadni, az egy teljesen más tészta. Annak idején az elektronikus zenekart itt beraktuk szépen a CD lejátszóba, és igazából visszaköszönt az a fajta hangzás. Itt meg viszont szabadságunk van kifejezni magunkat úgy, ahogy mi szeretnénk, nem teljes mértékben igazodva, úgymond a keretek közé. És innentől kezdve ez a fajta élő motivum, ami meghatározza most a Kártelnek ezt a magasabb kvalitású megnyilvánulási formáit. Én úgy gondolom, igen, ez most kikerekedett, én úgy gondolom, hogy ez a formáció az, ami a jövőre tekintve sokkal olajozottabban és sokkal finomabban tudja a közönségnek az igényeit betölteni. Új albumot mindenképpen csinálunk, igen. Ahogy ez a show lement, ez egy picit sok feladatot rótt a zenekarra, és meg is rogytak a térdek egy picit. Nekem lett 8 térdem két lábamba. A Lacinak eleve simán valannyi. Úgyhogy sok feladat után most ezt letesszük, ezt a munkát, és elkezdjük az új lemezt. Már elkezdtük csinálni egyébként, csak félbe kellett hagyni, mert nagyon sok munka volt ezzel a dologgal, de most nyilván ráállunk arra is, és szerintem tavaszra meg lesz. Mert mindenki csak lövi, meg szédje, meg fújja, majd bén tudom, mit csinál ez a heroin útja. Nekem a kábze, ha vekin van a pályán, a botom a tűmé, és a korong a tálcám. Úgy vagyok mainstream figura, hogy nyilván felkaptak ezek a tévéműsorok, megjelenek itt, megjelenek ott, főzőműsortól kedve, filmekben vagyok, színház azok, ez egy másik dolog, de maga a zenekar, a Kártel, az egy underground dolog. Tehát én azt gondolom, hogy se rádiójátszás, se komolyabb reklám, tehát nekünk nincs óriás plakátjai, mint Kökény Attilának, hogy érted, semmi. Hanem mi itt viszont csinálunk karácsonyra egy teltházat, és ez nagyon nagy dolog. Ebből a Jégre teszlek showból nem ez egy történik meg, hanem próbáljuk ezt, és nem csak próbáljuk, hanem ezt az egész évet végigviszük ezzel a showval, és csak nagy bulikat nyilván, de szeretnénk többet csinálni ebből, minél többet.